Na, sziasztok, üdvözletem ismét. Nem Pusztapó megállóhelyen vagyunk. Igen, tényleg így hívják. És ez a 120-as vonalon van. Ezából egy ilyen hát úgynevezett tanyasi megálló. Tehát így két pó és tisztatenyő között van. Itt csak személyi vonatok állnak meg. És igen, felújítás óta, mondjátok, hogy esőbe állok észak. Általában a standard kellékek megvannak itt is, amik egy ilyen nagy szabású felújításkor kikerülnek. Az esőbeálló van egy ilyen SOS osztop, de mondjuk a másik oldal, ezen nem tudom, van egy, nem láttam, de az ilyen információk érő, gondolom menetrendet mondják benneked rajta, meg ilyenek. Úgyhogy a túloldalt ott az átjárót is felújították, ott a fénysoronpós, külön gyalogos átvezetés, ez nem követelmény volt, és nem is lehet csak ott átmenni a másik oldali peronhoz. Úgyhogy ezt tesszük majd mi is. Megállót jelző tábla, most már ez a standard ugye mindenhol. Ugye régen a világító neon betűk voltak, most már ez van helyette. Viszont ezt úgy látom, hogy cserélték valamikor idén, mert én úgy emlékszem, hogy többször láttam vonatból, hogy egy ilyen nagyon megfakult tábla volt itt még egy néhány hónappal korábban is. Tehát, vagy hát ha akkor nem, de hogy még idén évelején ez így volt, erre emlékszem, mert így ugye errefele-fele sokszor járok haza, és akkor itt ugye vonatból láttam ezt a megállót, de még itt nem voltam videózni. Egyszer voltam itt már fotókat csinálni, de videózni nem. De most is van időm, akkor itt most leszálltam, és akkor ezt így körbe utogatom nektek. Van rá egy órám, hogy itt mindent megnézek, annyi meg szerintem bőven elég lesz. És ha szerencsénk van, akkor még sikerül kifogni egy-két tehervonatot is. Egyébként azért is érdekes itt maga ez a pusztapói megálló, mert ez korábban állomás volt. Hát 2006-ban fokozták vissza megállóhelyét, de majd mindjárt elmegyek a túloldalra, ott volt az állomás épület, mert meg kell nektek azt is megmutatni. Úgyhogy nézzétek meg egész névált járót csináltak ide. De hát itt ott a távolban lehet egy-két házat látni, tehát szerintem ott egy ilyen kb. 20 vagy 30 állandó lakos lehet, a több biztos nem. A másik ilyen a vonalon az Csugar, ahol meg szintén állomás volt, de ott 8 állandó lakó van, és meg is akarták szüntetni, csak aztán, de arra már csináltam videót, hogy kiharcoltam, mert két vasutas családnak lakott ott, kiharcolták, hogy maradjon meg megállóhelyként. Hát ott elég rosszul csinálták, mert nagyon messze került a régi állomás épülettől a megálló. Hát itt azért annyira nem, mert itt nagyjából ugyanott van. Hát kirakták ide szintén az út mellé, hogy itt át lehet vezetni az embereket az útátjárónál. És itt van a menetrend, hát nézzük is meg. Azért ahhoz képest, hogy tényleg hogy elég sok vonat megáll itt. De hát látjátok, hogy gyakorlatilag Szolnokra ilyen két óránként el lehet jutni, és Mezőtóra is. 14.06-kor megy Mezőtóra, azzal fogok én is elmenni, és 15.06-kor is, tehát az itt azért elég sok vonat megállt, akkor az összes személyvonat megáll. Végül is gondolom a személyvonatnak az idejébe belefér, hogy megálljon mindenhol. Úgyhogy végül is, hogyha... És egyébként a régi neve az Kétpó volt. Korábban ez volt az állomás, a Kétpói, ezt hívták Kétpónak, és a megálló helyet, ami 3 km arrébb van, Kétpó, az meg Kétpó tanácsházának. És azért is volt szükség erre az állomásra, mert 2006-ig az átépítések előtt itt egyvágányú volt a szakasz, itt Tiszatenyő és Csugar között egyvágányú volt, és kellett itt egy háromvágányos állomás volt, jól emlékszem. És ugye keresztezés miatt szükség volt rá, és szolgálat is volt. Látjátok, van hangos bemondó is, tehát gondolom, hogy Szolnokról, vagy Kétpóról, vagy ja, Kétpóról nem, mert ott forgalmi kitérő van, de ott hiszem nincs szolgálat, de valószínűleg Szolnokról, vagy Tiszatenyőről kezelik. És hát itt van egy szelvénykő, a 152-es. Hát ugye a 120-as vonalat a Szajoltól számozzák, mert a Tiszavidéki vasút onnan kezdte kiépíteni, akkor már a Szolnok-Debrecen vonal megvolt és Szajolnál épült kiágazás. És egy kis érdekesség a vonalról most, mert így gyalogolok itt a felonon, van időm mesélni, hogy eredetileg ez a vonal ez egyvágányúnak épült. Tehát Szajoltól egészen kiépült adadig egyvágányúként, később Békéscsabától adadig kiépült a két vágány. És ez a 1920-as évekre ez már meg volt, viszont Szajoltól Békéscsabáig maradt egyvágányú a pálya, aztán jött Trianon. Ugye Lőkösháza és Kürtös között a határ elvágta a vonalat. És később még olyan, az ugye
20-as és a 20-as években, a 30-as évek elején bontották föl a második vágány Békésebb által az országhatárig. Ugye a román fél az már adattól korábban visszabontotta. De ennek nem a békeszerződés volt a... Vagy nem amiatt történt, mert ilyen kitétel nem volt, hogy vissza kell bontani, hanem egyszerűen sínhiány volt a... Tehát ennek a visszabontásnak az volt az oka, hogy sínhiány volt, és kellett máshová beépíteni, ugye a háborúban sok vasútvonal tönkre ment, amit pótolni kellett, és nem volt elég sín. Mert több üzem is, ahol sineket gyártottak, hogy Resica meg ebbélyek, azok, hogy a határon kívülre kerültek, nem is volt kapacitás gyártani, és ráadásul a forgalom is lecsökkent, úgyhogy fel lehetett szedni, mert a kisantant országok blokád alá vontak a délről az országot, és akkor emiatt ugye a forgalom is jelentősen lecsökkent, tehát nem okozott gondot azt, hogy felszedték az egyik vágányt. És a második világháború idején, 1942-ben kezdték el kiépíteni a dupla vágányt, mert itt már szükség volt rá. Tiszatenyőig jutottak el 1942-re, tehát Szajoltól indulva Tiszatenyőig már két vágány volt. Tovább viszont nem. És későbbiekben is még várni kellett rá, majdnem 40 évet, mire tovább tudtak haladni. Szóval a 80-as években kezdték el, nagyjából azt hiszem 80-as évek közepetáján, Mezőtúrtól kiindulva a kétvágányosítást, viszont nem jutottak sokáig, csak egy-egy állomásig. Tehát eljutottak Mezőtúrtól Csugadig, meg Nagylaposig. Tehát elindultak a két irányba, és a két köztes állomás is sikerült eljutni. És utána ott a dolog abban maradt, elfogyott a pénz, viszont ugyanebben az időben elkezdték Gyomától is kiépíteni a második vágányt, és ott végül is, azt hiszem 1992-re végig is értek Békés Csabáig. Viszont ott úgy épült ki a második vágány, hogy a régi vágány mellé kezdték el építeni, és miután ez elkészült, utána az lett a fő vágány, a másikat, amit rozsdásnak neveztek, és még 2012-ben is így megmaradt eredeti állapotába. Azt már csak személy és tehervonatok használták, és jóval lassabban lehetett rajta haladni. Hát az úgymond a jobb vágány az 120 km/h volt, a bal pedig ilyen, hát ilyen 40-től 60-ig különböző állapotúban, már sokkal rosszabb állapotban volt. Sőt, Budongy és Békésebb között ki is zárták a bal vágányt a forgalomból, tehát Békésebb és Budongy között egy vágányon zajlott a forgalom, holott meg volt mind a kettő, mert nem építettek kitérőt a Békésebb a határában, és a villamosítás pedig csak addig készült el annál a vágánynál. Ez azért volt, mert a villamosításnál még az volt a fővágány, és ugye kiúzták a felső vezetéket, de csak addig, és amikor megvolt az átkötés, akkor a maradék két kilométerre a vezetéket nem húzták ki. És akkor elérkeztünk közben a peron végéig. És akkor még annyit, hogy 2012-ben kezdték el átépíteni, ugye, de a Mezőtúrtól Gyomáig már korábban megcsinálták, és akkor kiépült a második vágány Nagylapos és Gyoma között is, meg még korábban akkor kiépült Csukar és Tiszatenyő között is. Azért váltak ezek a megálló, vagy ezek az állomások, mint Pusztapó, meg Csugar szükségtelenné. És itt van az állomás épülete Pusztapónak, tehát korábban még kicsit tovább, és még arrafele volt egy kihúzó vágány Tiszatenyő fele is. Az azt hiszem, hogy ugye, ha jól emlékszem, itt volt, és itt volt a megálló tábla is. Tehát 2012-ben kezdték el, és akkor építették át a régi balvágányt is, és akkor lett 2015-ben, mire befejeződött az átépítés, azóta kétvágányú a pálya végig Szajoltól Békéscsabáig. Aki a kétvágányú lesz majd Lőkösházáig is, meg a román oldalon már az országhatárig meg is van a kétvágány, de az az átépítés mi nem kezdődött el, és nem lehet tudni, hogy mikor zűnik. És ugye itt volt a... Még itt, hát itt volt az egyik, mert az első vágánynak a anyja, sőt, ha jól emlékszem, akkor itt volt az első vágány régebben, de nem tudom, a régebbi képeit majd meg kell erről nézni. Egyetben, és ez nem is az én képeim volt, csak leszedegettem a netről, de itt van, tehát még a régi felirat is megvan. Szapó, és itt volt a nemes épület, sőt a forgalmi iroda aztán pont itt volt szembe. Ezt mindjárt meg is nézzük. Hát igen, látszik, hogy errefelem nagyon járt senki, és nagyon mellette, viszont a fel is leltári rész itt is megvan. Tehát azért leltározni ide is járnak évente egyszer.
Ez volt egyébként a forgalmi iroda, és korábban még kint is volt a tájékoztató tábla, hogy ami 2006, nem is tudom, mikortól a szolgálat pusztapó megszűnik, és a jegypénztár is. Hát egyébként, na itt van az épület. Majd mindjárt megmutatom az utcafront felől is. Ja, hát itt valahol át lehetett menni, tehát itt volt a váróterem, és persze... Vagy nem itt volt? Nem itt volt a váróterem, mert valamik szolgálati lakás volt. És akkor itt van még két épület, és ez nem tudom, hogy az... Honnan mi valószínűleg szolgálati lakások voltak. Ezt például itt is már, vagy pedig melléképület, majd megnézem őket, de... Itt van a másik, ez a... Szóval az állomáshoz tartozó melléképület volt, valószínűleg ebben volt a WC. És akkor elkezdődök, hogy hogy benőtte a gaz. De és itt van maga az állomás épület, ez az utcafronti része. Mindjárt megnézem közelebbről is. És érdekes, hogy itt még lehet, hogy laknak. És akkor, na, akkor látjátok, itt van az utcafronti része az állomásnak. Hát ilyen már van némi folytonossági hiány itt az álmennyezetnél. Arrafele meg még jobban benőtte a gaz. Hoppá. És még egy tájékoztató is kint van, hogy áramszünet lesz. Akkor lehet, hogy mégis lakik itt valaki. Ott hiányzik az álmennyezet egy darabja is. Viszont itt vannak virágok meg hát itt lehet úgy néz ki, hogy itt... Meg szemben is van egy épület, de az nem az állomáshoz tartozik. Az is valószínűleg lakott, ha nem is állandó jelleggel. És akkor még fenn van a digitális villanyóra is, tehát itt valószínűleg tényleg laknak. Jó, mint az egyik az valószínűleg az éjszakai áram, de két villanyóra is van. És a biztosítékok is fel vannak kapcsolva, tehát itt szerintem valaki lakik. Sőt, ki vannak egy hőmérő is. Nézzük csak, hány fok van, ha már is itt vagyunk. Mert egyébként, mondom, visszatért a kárnyékod, és baromi meleg van. Hát 31 fokot mutat. Tehát itt szerintem valaki lakik. Van egy kerti csap is, lehet, hogy az is működik. Sőt, itt annyira, hogy itt még légkondi is van. Már szerintem ide valami vízbe alkatrészt telepítettek, mert ez... Hú, ki van cserélve az ajtó, de még riasztó is van. Aha, a GSM-el, akkor a GSM-el berendezést telepítették ide. Akkor, ja, igen, akkor azért van a légkondi, mert a vízbelt azt hűteni kell. Egyébként van rengeteg dalázs is, de inkább ott a másik oldal szerintem az álmennyezet aláfész vagy fölé fészkeltek be, és azon a lukon, ami ahol hiányzik, ott mászkálnak ki be. Aha, viszont itt a serdő a részre viszont le van szerelve a villanyóra is, tehát itt már biztos, hogy nem laknak. És errefele volt még egy kihúzóvágány, ahol emlékszem, hogy az... Hát az olyan 2005 környékén volt meg, hát az átépítéskor szűnt meg. És azt hiszem, hogy 3 vágány volt, de most erre nem mennék megesküdni, látnom kéne a régi vágányrajzokat, és... Arrafele meg már itt az épületek vannak, na mindegy, akkor itt vagy... Errefele még elsétálok végül, és időnk az van. Az egyébként lehet, hogy egy helyi volt. Bárhogy itt nem tudom, van-e. Ugye valószínűleg azért is hagyták meg a vonatot ezen a környéken, mert ide busz nem tud kijárni ezeken az utakon. Meg hát ugye minek, mert ugye vonattal sokkal gyorsabban be lehet jutni Mezőtúrra, meg Szolnokra is, mint busszal. Tehát valószínűleg igénylik itt a helyiek. Hogyha busz nincs, akkor legalább vonat legyen. Hoppá. Pócsárda. Aha, akkor ez egy kocsma volt. Még úgy látom, hogy a múlt idő az reális, mert úgy tűnik, hogy ez már bezárt. Még egy épület, meg valószínűleg arrafele az út mentén lesz még egy pár. Tehát azért vannak itt állandó lakosok is, úgy tűnik. Tehát végül is indokolt volt meghagyni a vonatot. És senki valószínűleg ebbe az épületbe is laktak, mert otthon az antenna. Ja, meg itt vannak a postaládák. Majd nem tudom, hogy a dadasakon kívül lesz látogatja el valaki. Hát ezt nézzétek, azért ott is. Elég sokan vannak. Tudja, hogy befészkelték magukat az egyik postaládába. Házébb is mentem, mielőtt harciasabbak lettek volna. És
Sajnos a pont erdőköznek egyébként nem. Hagyományos simadarasak voltak, úgyhogy nem annyira veszélyesek, csak hát nyilván nem szabad túl közel menni hozzájuk, meg nem szabad őket baszkodálni, mert azt nem szeretik. Na hát akkor menjünk vissza az állomás felé, egyébként valószínűleg itt is laknak. Csak úgy tűnik, nincsenek itthon, vagy nem kíváncsiak arra, hogy kimászkál itt egy kamerával. Én volt már arra is példa, amikor így nagyjából ilyen környéken mászkálva így lakásból így ezért szólítottak le, hogy mit keresek itt, meg mit csinálok, meg keresek-e valakit, meg hogy milyen megfontolásból mászkálok itt a kamerával. De hát talában nem szoktak ebből problémát csinálni a lakosok se, hát igazából minek is, tehát látják, hogy nem miattuk vagyok itt, akkor ennyi. Ott is van egy lakás, úgy látom, és a villanyóra szekrényre azt még megnézem, ha valahogy be tudok ide jutni. Aha, és itt a már nem használt lakáshoz, ahol már villanyóra is ki van kötve, itt még vezet le egy pince is, de oda, hát oda nem megyek le. Mindenre nincs idő, meg egyébként is mit nézek egy pincébe. Na itt viszont szintén, itt laknak. Biztosíték felkapcsolva, és a digitális villanyóra is fel van rakva, tehát itt lakik valaki. Itt, mondjuk 0-0-0-0 a fogyasztás, de hát ez ki tudja, hogy... Ja. De a digitális villanyórát azt csak akkor rakják fel, hogyha indokolt. Mondjuk az mechanikus, vagy egyáltalán a régi mechanikus villanyóra olyan szempontból volt jobb, hogy ott könnyebben ki lehetett deríteni, hogy laktak-e a lakásba, vagy nem, mert ott látod folyamatosan, hogyha van fogyasztás, akkor forgott ugye benne a tárcsa, és hogyha valaki állandó jelleggel lakik egy lakásban, akkor valamennyi fogyasztás mindig van. Tehát mit tudom, egy hűtőszekrényen az biztosan van, amelyik állandóan megy. És akkor azért jobban lehetett azt így kikövetkeztetni, hogy lakott-e vagy nem lakott. És mindjárt lemerül a kamera aksia, úgyhogy ezt töltőre kell rakni. Addig még elnézek arra hátra, hogy ott van-e még valami érdekes. Itt van még egy, és úgy hallom, egy vonat is fog jönni, de most nem tudok olyan gyorsan kimenni. De itt van még egy lakás, ezt még meg... Hát ha sikerül oda bemásznom. Na, itt azért már van borúthat. Meg úgy látom, dalásfészek abba az éve. Balvasba. Oké, hát benn vagyunk, de... Látom, hogy... Most már úgy tűnik, hogy ez se lakott, mert... Ha eddig az is volt... Ugye most itt le is van kapcsolva a biztosíték. De aztán ez is szolgálati lakás volt, mert ide-ide. Be is van zárva, és jön egy vonat. Elkútva sútfotók. Ez egy pesti gyors vonat lehetett, Schliederen kocsikkal. Ugye ezeket adta kölcsön a Halbikért cserébe a MÁV. Ugye a nosztalgiától. A nosztalgia Schliederen kocsijai. Hát eddig sikerült bejönni, de ez nála, ha sikerül bejutni, akkor az majd egy külön videó lesz, egy urbex-elés. És akkor ismét ennyi volt a pusztapó. Ex állomás, most már megálló helyet bemutató videó, hát sajnos az állomás épületet jobban nem sikerült megnézni. Még biztos érdekes lenne az is, hogy mire használják. Gondolom, hogy szolgálati lakás volt egy-két ezért részében, csak most már nincsen kiadva. Ami egyébként eléggé kíván, meg nem is értem ezt a vasútnak ezt a hozzáállását, amikor nem egy vasúti dolgozó mondta, hogy szolgálati lakást igényt tartana. Csak hát ugye azt mondják, hogy egyszerűen nincsen, tehát még csak nem is ezért bíztatnak senkit, aki igényelne, hogy majd valamikor lesz, mert annyira kevés van, és azok már jó előre ki vannak adva. Pedig hát rengeteg ilyen épület van, ami a vasút és nem használják semmire, hogy miért nem lehet ezt kiadni. Valamennyire vonzóbbá is tenni a vasutat még így is, hogyha... Vagy oké, hogy kevesebb a fizetés, mint máshol, hogy mondjuk akár, vagy van, ahol tényleg nagyon kevés egy-egy munkában, viszont így, hogyha járna mellé szolgálati lakás, így már vonzó benne. Azért nem mindegy, hogy 100 000 fizet ki valaki egy albérletre, vagy pedig havonta 10 000 mondjuk, csak úgy csak most adszoltam valamit, egy szolgálati lakás bérlésért.
Hát ezt így nem lehet, ezt így. Ezek olyan érthetetlen dolgok, mint az, hogy, hogy megemelik a bérleti díja sokszorosára, külön az üzlethelyiségekbe, ami a vasút állomások épületében van, és akkor nyilván bezárnak az ott lévő boltok, meg restik, meg minden, és pont emiatt úgy már nem éri meg. Hát, hogy szerintem sokkal jobb, hogyha még hogyha kevesebbet is fizettek érted, de legalább használatban van, meg vigyáznak rá, mint így, hogy ott üresen áll, és akkor csak megy tönkre. Lehet, hogy még fog jönni egy-két vonat, de kb. 10 perc múlva megérkezik a mezőtúri személy, és amivel tovább fogok menni. Borzokról mezőtúrra közlekedő személyvonat érkezik az átvágányra. A vonatban a állomás kereskedálló helyen megálló. Kérjük a bánden mellett vigyázzanak. Ennyi, akkor köszi, hogy megnéztétek, majd találkozunk egy következő videóban, ami még nem tudom mikor lesz, nem tudom hol, mert terv az van rengeteg, csak hogy mikor sikerül megvalósítani, meg még a tegnapi videót se tudtam megvágni, még igazából el se kezdtem, mert annyira nem volt rá időm, de hát majd egyszer. Amikor hát most megvan a mezőtúr, itt az a le, mezőtúr, aztán onnan meg haza. Úgyhogy akkor ennyi, sziasztok!